Sziasztok, üdvözlök mindenki ismét itt csak-csak szeretettel, így szombaton délután. Jó hétvégét kívánok így előre is nektek, sőt nem előre is hétvége van. Na, vágjunk is bele a lecsóba. Csütörtökön kijött egy új frissítés az új mapphoz, az Isle of Siptahoz, amit ugye maga ez az új térkép map, ez tavaly jelent meg valamikor nyár elején. Mi játszottunk annó vele egy jó 4 hónapot, aztán ugye meguntuk, hisz minden az idézése ment, pont, illetve mindenkinek dolga volt, így abba mindenki továbbált, abba hagyta a játékot, a régi mapot meg alapból ott hagytuk annó, vagyis nem mindenki, a többség a klánból, ezeket vissza tudjátok nézni a YouTube-on. Lényeg az, hogy most csütörtökön kijött egy közel 10 gigás frissítés a játékhoz, az új mapra, és 2 újabb kisebb sziget lett délen, a közepén, és ezzel még mindig nincs vége, mivel elméletileg még mindig lesz 2 sziget legalább északon, ugyanígy, és még rengeteg más is bejött, és nagyon sok minden változtattak a mappon. Vannak különböző kisebb táborok, ahol lehet fogni trallokat, lehet purge is, meg nem is tudom, sok minden. Szóval a lényeg az, hogyha valaki jobb trallat kíván magának, neves vagy T4-est, akkor nem csak idézéssel tud, hanem fogni is tud, ugyanúgy, mint a régi mappon. Szóval most ezt fogjuk megnézni, és mivel én fél éve nem játszottam kb. Az új mappon, szóval minden új lesz igazából. Csütörtökön ezután, frissítés után nagyon beleértem magam, és úgy voltam vele, hogy nincsen magyar szerver, fiúk, lányok az új maphoz, így feltöltöttem a gépportálos fiókomat, és fél éve kibéreltem egy hosszú távú szervert, egy PV-et, ugyanúgy 35 félőhelyes. Szóval mindenkit szívesen várunk itt is játszani, nyilvános, bárki tud csatlakozni. Ugye a régi map az 1 évvel lett kibérelve, de valószínű, sőt biztos, hogy ez is meg lesz hosszabbítva, de hát az még csak 4 hónapja megy kb. Decemberben, legyen 5 hónap. Az új map meg fél évben lett kibérelve, béreltem, de úgyis meg fogom hosszabbítani, nekem tetszik ez a sok újdonság, ez az új frissítés, szerintem elég nagy pozitívumot ad a játéknak, mivel a legtöbb baj az volt, hogy csak idézéssel lehet T3-nál jobb trallokat fogni. Most viszont mindenhol vannak, ahogy mondom, különböző táborok, itt is ugyanazok a trallok is megvannak,
Delfái, északi, pont, én kicsit körülnéztem. Annyi történt, hogy az elmúlt két napban, pénteken, szombaton, azaz ma, viszonylagosan a végleges beállításokat beállítottam a saját szervelmen, illetve ma felépítettem a házamat. Sacper kb. Ennyi történt, illetve természetesen ugyanúgy, ahogy láthattátok a régi mappon a szervelmen is adminként csináltam mindent, hogy ne teljen el 2-3 hét, hogy csak ezt csinálom, illetve fogtam egy jó, nem is tudom, egy 12 talat, azt hiszem délelőtt, adminként, szóval 2-3 ütése ki tudtam ütni a T2-es, T3-as tallokat, nevest még nem találtam, de úgy értem, most nem találtam, de már láttam. Szóval ezeket elfogtam, szóval most az lesz, hogy belenézünk az új mapba. A kicsit így látjátok majd a szervet is, az enyémet, ide is mondom, bárki nyugodtan jöhet játszani, hosszú távú, úgyis meg lesz hosszabbítva, PvE, 4-es pulge van, de majd látjátok úgyis a dolgokat, beállításokat. És megnézzük, egyelőre a régi területeket nézzük meg, el akarok menni, hogy hívják, nem Dungeon, hanem itt Vault van, el akarok menni egy-két Vaultba, mivel egy asztalom nincs, egy műhelyem, ami itt az új mappon van, ahol lehet kifejleszteni, kikutatni azokat az új recepteket, fegyvereket, páncélokat, ugye, ami csak itt elérhető. Szóval azt meg akarom csinálni, ahhoz viszont kell Adamantium, vagy nem Adamantium, Adamantium az X-Menben van, Aldarium, vagy valamilyen hasonló neve van. Szóval azt meg ugye csak Vaultba lehet szerezni. A vihar az minden órában van, fél óra az ideje, és nincs az a vihar után, eddig ugye az volt, hogy ott a toronynál, torony fölött előjön egy nagy lyukból valami polip, aztán villámokat csapkod, ahol a kisebb tornádó lesz, amiből ilyen T1, T2-es ilyen mezei tallok potyognak az égből, ez már nincs a játékba, hanem inkább csináltak, ahogy mondom, ilyen táborokat. Illetve még nagyon sok frissítés jött be most csütörtökön. Szóval iszonyú sok frissítés van, update, szinte majdnem minden új. Van új vallás is, valami zat, vagy nem tudom, most így jelenleg hamar hirtelen mondom, 2 napja, ahogy játszok, de egy nappal azzal ment el, hogy beállítsam a szervet. Viszonylag ezek a végleges beállítások. Még lehet, hogy fog változni, de nem biztos. Szóval menjünk a játékba, megmutatom a szervet, ahol elérhetitek és tudtok játszani. Illetve megnézzük ma, meg holnap az egyenlő a régi területeket. Fel kell fedezni, mivel még szinte sehol nem voltam, és utána megnézzük az újakat is. De az újakat, ahogy néztem, elég halálosak. Szóval halálosabbak, mint az eddigiek. Szóval mindjárt kezdünk, csak ezt nem is jövöm le, minek. Még ez is elmegy, akkor 10 perc. Menjünk is a játékba.
Pillanat, mindjárt jövök, amit elfelejtettem. Közben föl a pörkült, meg kell keverni. Hol is vagy? Itt is vagy. Na nézzük a játékot. Elindul a játék? Ah, oké, elindul. Bazd meg. Lehangos vagyok. Sziasztok! Oké, játéknak van hangja, a nékem szintúj. És mindig elfelejtem, hogy ne legyen túl hangos, milyen után meg visszhangzik az egész. De mindegy, ellenőrzések, tudjátok. Telefonon megy a hang, utána ezt kinyomom, és itt megy mellettem a gép is. Ott jobban látok mindent. Tegyük hozzá, hogy telefonon jóval egyszerűbb csinálni kis videót. A gépen komplikáltabb, de hát ez van. Nem ez kis videó. Tegyük fel a hangfelőt. És sok kibaszott kábel. Meg kéne nézni azt is. Gondolom, Excel. És egybe írtam, na már. Nem is jól írtam. Gondolom, Excel lesz. Igen, csak ez nem az eredeti oldaluk. Ez viszont az... Nem, ez a Steam. Tartok ember vagy. Olyan, annyira bélma izét a Google-t. Valamikor kiadja alapból a játék oldalát, utána meg össze-vissza kiad minden oldalt. Na jó, majd utána fogok nézni, fiúk, lányok. Milyen fogalmam sincs, hogy... Mik az újdonságok igazából. De látni, látni fogjuk. Na! Üdvözlött mindenkit az Isle of Sitar Hunger hosszú távú szerelően. Másik szerelően a Conan Exiles Hunger, ugye ezt mindenki tudja, az megy 5 hónapja. Egy éve az ki van bérelve. Szabályok mindent, szabad, csak ne blokkolj vördbosokat, ládákat, recepteket és átjárókat, és úgy látom, hogy megy a vihar, mire sötét van, meg fújja a dolgokat a szél. Pár info szerver este naponta kétszer van, lehet avatárokat idézni, a Purge 4-es, nincsen módok. Igazából ennyi. Itt jóval kevesebbet írtam le, mint annó. Ja. És itt is van a vihar, fiúk, lányok. Épp beleértünk. Úgy szóval. Na. Viszont... Mivel én a mai napig nem szeretem azt, hogy nem írja ki a szerver nevét, ha így alapból csatlakozik, így ismételten csatlakozunk. Itt van az első szerver, ez a régi map, Conexiles Hunger, itt láthatjátok a beállításokat, és ugyanez a beállítás, csak a vihar, ugye itt van vihar, itt más, és ott más a beállítás, itt meg az új szerver az Isle of Sitar Hunger. Egy napos, lehet látni. Ugyanaz teljes mértékben minden beállítás. Nézzük.
Kíváncsi vagyok. Hallom magamat. Ilyet még nem csináltam igazából, hogy bekapcsoltam volna a hangfalat, mindegy, érdekes volt. A lényeg az, hogy van hang, meg lesz is. Na szóval, fiúk, lányok, itt vagyunk. Itt már nincsen ki a kerékbe, ahogy látom. Nézem a dolgokat. Emetek volt server start? Igen, volt. 15.58. Ám, az lassan egy jó ágya lesz. Szóval, ismételten Isle of Sita Hunger, ez a szerver neve, az új. Innat, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vallás van immár a játékban. Én ugye adminként letettem mindet, a maxos oltárokat. Felépítettem a házikót. Bocsi, most tettem. Elég sok minden változott a játékba. Még van kajájuk, vagy? Van, jó van, mindjárt elő is kész lesz. Ó, az tönkre ment. T3-as szakács, T2-es szakács, meg egy betől. Ez 5, na, 5T4-es fiúk, lányok. Ezt a féle betölt szoktam én ott a másik mappon is használni, a régin. Itt is elkészült mindenki. Őket fogtam. Egy lemurai T2, egy, még egy lemurai T2, egy északi T3-as, egy kemencés, ismételten egy T4-es betöl, egy T2-es táncos, és sajnos pasi, de nőt nem találtam, viszont úgy voltam, ha korrupciót szerzek, azért legyen valaki, aki leszedni, mert azt még adminként sem fogom tudni leszenni. És egy Steel harcost T3-asad, meg van egy alkimista T3-as. Na, meg viszont elég hamar belettek törve igazából. Én úgy láttam. Én pont ide költöztem, itt volt egy, sőt van ez a kis csücsök. Annó az egyik kolléga kezdett el itt lakni, csak ugye abba hagyta a játékot. És úgy voltam, hogy ez egy nagyon jó hely, pláne az új frissítés nézzük, ami ez. Ugye eddig, ennél nem lehet jobban a kicsit, nem, mindegy. Eddig ennyi volt a sziget. Ezt itt már ne nézzétek. Így, ahogy mutatom. Most, tegnap előtt, csütörtökön bejött az új frissítés, és lett még egy kicsi sziget, és még egy. Ez ilyen sivatagos, szavannás terület, ez meg ilyen vulkános. A lényeg az, hogy mindenhol iszonyú sok halál van, jóval nehezebbek a területeken a túlélés, mint itt. Iszonyú sok bos van, sőt, a sokkal zsúfoltabb lett a map is, úgy értem, mindenhol vannak kisebb táborok, vannak bossok, 1-től 3 kopisig, viszonylag sok minden bejött. És elméletileg még itt északon is lesz ugyanez, hogy még itt is lesz egy két sziget. Valószínű, sőt, ezt úgy hallottam, néztem, olvastam információt, de szerintem lesz. Itt ugye vulkáni, meg sivatag van, meg szavanna, itt a ilyen sima terület van, és szerintem, ha majd bejön a következő ilyen nagy frissítés, itt meg szerintem lehet, hogy itt is vulkáni lesz, vagy jeges. Mi ez meg ugye észak. A lényeg az, hogy rengeteg minden bejött. Tényleg. Ahogy látjátok, ezeken a területeken voltam, de adminként, szóval ide ugráltam adminként, pont az miatt, hogy
megnézem viszonylag a területeket, de úgy, mint sima játékos, még semmit nem csináltam, főszinte. Hiszen a házamat kellett felépíteni. Én kitanultam mindent, adminként adtam magamnak sok pontot. Igazából ezt mindenki el tudja élni, ugyanúgy, ahogy eddig. Csak nem mindegy, hogy egy hónap alatt, vagy egy nap alatt. És itt az új vallás is. Szóval nézzünk körbe, fiúk, lányok. Itt van Delketo. Itt van egy pár állatkám. Na, ő például úgy jött ki, hogy elfogtam egy kutyát. Úgy értem, egy kutyakölyköt betettem az állatneveldébe is. Gator lett. Hál' Istennek. Ez a Maci, ez szegényke kicsit padlóban van szorulva, de hát előfordul az ilyen. Legjobbakkal is. És itt láthatjátok a pulgecsíkot. Érdekes, hogy én ide írtam be egy szöveget, ami nem tudom, hogy lehet, hogy mentenem kéne, vagy valami, de folyamatosan törlődik. Lehet, hogy ezzel menteni kéne, vagy... Klán elhagyása, szépen elhagynám. Most megvan, de ha kilépek a szerver utána, törlődik. Ezt már észrevettem. Admini villa, igen. Ez az területe egyetlen egy bajom van, fiúk, lányok. Méghozzá az, hogy a házam előtt ez az egész területen annyi farkas van, hogy iszonyat. Legalább 20 farkas van. Szóval elég nehéz ide hazajönni. A sima játékos valaki. Csillagfém fegyvereket adtam magamnak. Ugyanazok megvannak, mint voltak is, kis csillagfém. Nyersanyagok terén mindenből adtam magamnak egy 500-at, így kezdő részként, viszont ezentúl, ahogy a régi mappon is sima játékosként játszok. Természetesen a receptek nincsenek meg. Azokat úgy kell... Na, itt is be lett törve a Józsi. Oké. Na, nézzünk körbe. Kíváncsi leszek önbe, hogy a vihar az mikor fog úgy eltűnni. Az még mindig elég látványos. Nem tudom, hogy mióta megy. A vihar óránként van, fiúk, lányok, 60 percenként és 30 percig tart. Viszont a szerver beállításokban, aki majd játszik, az látja. Tudja látni. Itt a Jabba, ott a Ymir, Delketo. Illetve nekem mindenhol DLC-s kutyaim voltak. A DLC-s kutakból már nem lehet vizet inni. Ha hiszitek, ha nem. Csak sima kutból, az csak látványnak jó. Szóval mindenhol be kellett zúzzam a DLC-s kutakat, a régi mappon is, és sima kutat adjak magamnak, hogy a víz az meg legyen. Az is jó volt. Itt egy istálló. Van két lovam, ketteske, meg elsőke, de lehetne ez egyeske inkább. És azért egyeske, mint a Star Trekből a Pipkál kapitány jobb keze, ugye, nem jut eszembe neve. Egyes, jöjjön velem! Igenis, parancsnok kapitány. És van, melyik is az? Mindjárt megnézzük. Nem itt kéne. Itt kéne. Mi kell ahhoz? Azt tudom, hogy néz ki, azt nem tudom, mi a neve. Ez az. Igen,
30 izoláltfa, 38 keményebb tégla és 20 altárium. Annyit simán össze lehet szedni egy izéval. Vaultal. Szerintem kibaszottul jön néz ki, fiúk, lányok. Ismét itt vagyunk. Ezzel az egyjel az a bajom, hogy ott a régi szerver, ott is imádok játszani, és itt van az új. Ugye a régi map, új map. Mindenhol van valami jó is, negatív is. Itt például a fények, a látvány sokkal jobb, mint az régiben, meg nagyon sok új lehetőség is van. Van egy kis bug a játékba, ez szerintem a frissítés miatt van, hogy be van nyomva az, hogy a vihar lehessen látni a térképen. De ha látjátok, nem lehet látni a térképen. De gondolom ez ilyen bug. Mert máshol is, ahogy néztem nem tudtam, hogy állítsam be a vihart. Így legalább 5-6 szerver beléptem. Volt privát is, ugyanúgy, mint az enyém. Volt ilyen, amit a játék hozott léte, szerverek, mindenhol megnéztem a beállításokat, mindenhol megvártam a vihart, sehol nem láttam a térképen, szóval valószínűleg ez ilyen bug a frissítés miatt, de ez egy a legnagyobb gond és baj, hogy egyelőre nem lehet látni a vihart. Ha valaki bárhol fölnéz a szigeten, vagy ugye elég nagy a terület, de ezt bárhol lehet látni, illetve, na, most van vége a viharnak. Kibaszottul jó. És éjjel van, ott ahol. Kibaszottul jó lett. Nekem tetszik. Nagyon. Nem is baj, hogy éjjel van, amíg körbenézünk, addig legalább nappal lesz. Nekünk a ott volt egy bázisunk. Itt van a Szetoltár, itt van. Ja, és maga a harci rendszer is teljesen más lett. Meg a mászás. Itt szerintem nem fog tudni följe mászni, mert igen, ott vannak a tüskék. De a mászás is más lett. Van mézem. Adunk a maciknak. Ja, itt a jog. Milyen bemények. És ez, amit itt láttok, ez mind új. Az egyik sziget, másikat meg nem is lehet, az meg ott van az a távolba. Az épp, hogy el lehet addig látni. És az történt, hogy sok-sok ládát letettünk. Ez az első szint. Hátsó bejárat, ez meg az első fő bejárat. Beállítások ugyanazok, amik a viharon kívül, mint a régi szerveren, mappon. És ez az új vallás, a Zát. Egy nagy pókisten. Például meg kell szép meg jó, csak igazából szerintem semmi értelme. Szát vallás. Mi annó ott laktunk, pontosabban én itt laktam annó. Sőt, egy kicsit, nem, itt laktam. Iszonyúan nagy lett, basszus.
és iszonyú jó, nekem nagyon tetszik. Nagyon fölvillanyozott, ez miatt pénteken például ügyetem csütörtöktől péntekig, haza, délutános voltam fiúk, lányok, nem tudtam aludni, gondolkodtam, csináljak szervert, ne csináljak szervert, hú, bazd meg, nincs magyar szerver sit-up-on, ez a maphoz, nagyon kevés játékos szokott lenni, ilyen két-három játékos szoktam lenni, de hát ha most így, hogy ez a sok újdonság bejött, lehet trallokat fogni, nem csak az idézéssel lehet trallokat szerezni, jó trallokat, neveseket, így úgy voltam el, hogy hát ha ez is, ez a szerver is be fog indulni, vagy beindulna, ha lenne magyar szerver. Ezért is hoztam létre. Meg engem is kibaszottul érdekel. Ott is van egy tábor pont alattam, azt hiszem ez a lemúriai tábor. Ilyen kisebb táborok vannak mindenhol, és ott lehet trallokat fogni. De igazából a térkép nem mutatja. Szóval ezeket mind föl kell fedezni. Igyunk. Teát iszok. Hozzáteszem. Kamilla teá. Szóval... itt már vannak... azon az egy műhelyen kívül minden megvan, ahol fejleszteni lehet. És ezekben, ebben az... mennyi ez? 3, 5... 8 dobozba tettem mindenből egy... pár száz nyersanyagot, de 100% hogy nincs mindenből. Ami láttam az admini panellen, amik elő voltak, abból adtam magamnak igazából. Na, ez az első szint, és ez a második. Egy pár doboz még itt van, és itt a maradék műhely. Bár még egy műhely ugye lesz. Ezt meg szerintem nem tudom, majd valahol csinálunk helyet neki. Sőt, lehet, hogy nem is kell helyet csinálni, hanem egyszerűen... na, majd lassan kiderül. Fény gyúlik a barlangba, tudjátok. Ez meg a konyha... meg a hálószoba. Na, jelenleg ennyi a ház. Letesszük a trallokat, mivel elkészült mind, illetve... harcba fogjuk őket. És megyünk is. Melósokat veszem először. Őt például nem is kell sehova tenni, egyszerűen ide bele. Úgy. Meg a másikkal sincs semmi gond is. Egyszerűen le kell tenni. Mert jó, hogy ide terde és nem bele a falba. Tök jó lenne letenni. Felszenni ezért. Ez T3-es, ez T2-es. Van még... még van egy sütőnk, meg van egy... igen. Többi az harcos, igaz? Meg van egy táncosunk. Táncos majd fölvisszük. Sőt, úgyis ne ezek vagyunk, szóval olyan mindegy, hogy most visszük el föl vagy később. Táncos csak pasit találtam egyenlőre, ugye ő egy T2-es. Stig is helyi, vagy mi, ahogy mondják. Ugye a régi mappon ilyen szetista. Sepel nevű környékén van. Nem, ezt jól tettem le, és nem fordítva. Mindjárt megnézzük, a T2-es betesszük ide. Ó, bazd meg, hogy fordítva vagy. Na, pillanat. Szóval most megint nem tudom, hogy melyik oldal.
Ez a letétele mindig gond és bajom, basszus, nem lehet látni semmit. Ott jobb is. Hát, még mindig ugyanúgy érzem. Ugye ezeket egyszer kell letenni, és utána úgy vannak. Szóval azért viszonylag szépen kívánom megcsinálni a dolgokat. Csak kibaszottul nem látok semmit. Egyenes? Nem mi? Hátul nagyjából lehet látni. Ó, bazd meg, féli benn van a falba. Jaj! Oké, és mi meg nem jól tettem le. Oké, annak az ülőkének, hol az az ülőke? A fémnek kell ezen az oldal lennie. Oké. Szóval így lesz jó. Na most legalább egyenes is. Úgy, bazd meg! Ja, meg a szenet ne vigyük, hova visszük. Én legalább lesz egy kis élet is. Hogy egy-két műhelyben már lesz, megtalálok. Szerintem ez hosszú stream lesz, fiúk, lányok, estig biztos, hogy itt leszünk. Ugye... 40 perc megy a stream, és sok minden még nem volt. Még itt van vagyunk. És itt van alapból a... A mai nap, ahogy mondtam, ezt a területet akarom megnézni. Úgy félig... Mire föl kell fedezni ismét mindent, hogy mi hol van, hogy van. Holnap ez a terület lesz. És utána még itt vannak az új területek is. Szóval ismét felfedezünk minden legalább két nap. Ha itt vagyunk egész nap. Táncost azt feltesszük majd. Alkimistánk van, igaz? Van egy alkimista, egy T3-asunk. Alkimista, nem is tudom azt... Mit... Szerintem azt szoktam a legtöbbet használni, szóval abba teszem be, mire... Ugye alkim... De megnézzük, hogy esetleg ő tud-e valamit. Oké, ő csak egy T3-as, de... Oké, itt sok zavart nem zavar. Sok vizet nem zavar. De itt hagyjuk. Valamit azért tud. Jó sok minden kell ahhoz, hogy ilyen víz alatt lélegezhető vackot létrehozzunk. Húha. Mi van, vagy mi nincs? Na, legalább nem vagyunk nehezek. És van még egy sütőnk, meg még egy szakácsunk. Sütős, 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 sütős. Őt, igazából azt sem tudom, hogy ezek hogy vannak, de mindjárt kiderül. Oké. Okay. Meg betesszük ide. És az illegál valamicskét ő is tud. Mézes tojás, hogy őszül hangzik. Ó, oda nézd, menj, micsoda... Micsoda... menő. Tehát éppen legalább három tányér van, meg sok pia. És ez kell egy rák. Abszint, meg kenyér. Nevezem.
Még ide akarom letenni a pasit, úgy értem a táncost. Táncolj, királyfi! Ismételtem, csajt nem találtam. És mivel a korrupciót ugye csak táncos tudja levinni, kilóg a gatyája. Jó, majd valakinek odaadjuk, ha lesz csaj. A lényeg az, hogy értitek. Ez a páncél, ami ez rajtam van, ez is ilyen új. Itt az új mappon érhető, ez ilyen sárkány páncél, ilyen legendás. Mindegyik része más bónuszt ad, amit ugye itt tudtak megnézni. Plusz 2 elő, plusz 4 élet, plusz 2 stamina. Ezt egyszerűen úgy adta magam adminnak, adminként. De bárki ezt is megtalálja, mint a más, mint bármi más. Viszont... Mindig itt akar kijönni, bazd meg. Mindig a hátsó ajtón akar kimenni előre. Ja. Úgy voltam el, hogy kör egy páncél mindenképpen. Szóval a recepteket meg mindent ugyanúgy nekem is meg kell szerezni majd, ahogy mindenki másnak. A legerősebb katonát fogjuk elvinni. 100%. A maciknak oda kell adni a mézet. Szerintem a nálam purge lesz, fiúk, lányok. Hát, nem tudom. Hátul nem tudnak jönni, hiszen az egész szigetet belaktam. Lent, itt a... Szó szerint lent, nem hiszem, hogy annyi a hülye játék, hogy ott spónolnának. Szóval én szerintem ez védelmi szempontban is jó. Vagy esetleg, ha van bug, van hiba, van, nem spónolnak. Bár nem biztos, inkább valahol itt elő fognak mindig spónolni, és majd innen fognak jönni. Purge az csak 4-es szintű, nem maxos, 6-os, mint a régi mappon, mivel úgy voltam vele, hogy ha egy 4-es purgénál is már jönnek nevesek, ritkán, de jönnek, legyen az harcos, vagy melós, és ugye a sziptár lényege az, hogy idézése lehet a legjobb harcosokat, neveseket, melósokat szerezni, és igazából itt ez a lényeg. De ez szerintem egyáltalán nem negatívum, sőt pozitívum, hogy ismétlem magam, hogy mindenhol vannak ilyen kisebb táborok, ahol lehet szintúgy talokat fogni, és már nem ilyen mezeiek vannak. Szerintem egy igen nagy pozitívum játékosoknak is, aki egyedül játszik, vagy ketten, nem tudnak idézni. Idézni még azt mondom, hogy tudnak, hisz lehet, csak amennyi boss jön, meg minden, nem fognak tudni semmit fogni. T2, T2, kö. Kíváncsi, hogy mennyi élete lesz. Ezt életet tudjuk tenni valahol még? 8-10, de végig is T2, és ezt tegyük hozzá. És ő egy T3-as, és neki van mennyi? Még 5 is szerintem ide tesszük le. Hát azért látszik, hogy egy 1000-es elabból több életje van. És kapnak majd jó páncért, meg fegyvert, az még egy kicsit megdobja őket.
És én abba bízok, hogy ő lesz a legjobb tral. Ő a szetista. Őt meg való ide bent kéne letenni, én úgy vagyok vele, való ide. Ja, itt fönt... Itt sincs védelmem, ha esetleg ám spawnolnak, de hát az még elég messze van. Meg itt van az kolléganő is, ő is elkezdte itt a játékot. Mennyi az életed? 3428! Na, ő már jó, de nagyon. Akkor főleg ilyen szetistát kell fogni, ez a Lemuel és gyenge. Meg azért az északi, jó, neki már volt olyan 1700, hogy mennyi élete volt, de ez 3500. Ez már kibaszottul jó. Őt fogjuk húzni, jöjjön velünk mindenhova. Aki nem szereti a pucélkodást, nem. Idehozzuk a páncélt meg a minden már. Pillanat, adunk neki kaját. Ezeket elvesszük. Ezeket bezúzzuk, ilyen nem kö. Meg ott vannak az emolitok is. Ez mi? Ja, igen, hát még ugye... Ezeket is 1 millió dolgot majd meg kell találni. Jelenleg csak az alap dolgok vannak. Ja. Ja, ez volt, akkor a másik. Hú, de jó volt. Oda né, hogy ledobta. Itt van King Kong. Na ezeket bezúzzuk. Hova is tettem a bezúzót? Szerintem a másodikon van. Ja. Stígiaikat kell fogni, ezek... Ezek már kibaszott jók. És mindegyik... Hány harcosunk van? 1, 2... De ahhoz képest, hogy ezek a stígék, ezek a szetisták, ezek kibaszott jók. Oké, ez jó tudni, hogy miért kell fogni. A szetisták azok itt vannak ezen szigeten. Ugye itt van a szavanna. Szavanna sivatag. Ha játszotok a játékkal, oda menjetek talált fogni. Vagyis legalábbis akiket tudok. És kell... Hányan vannak? 4-en? 1, 2, 4. Azaz mindenből 4 kell. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 és 4. És 1 és 2. 3 és 4, meg 2 jó, 2, 4, 4 fejszekő nekik.
Alakulunk. Szerintem kibaszottul jól néz ki. Fiúk, lányok, mindjárt jövök. Meg kell venni a kaját. Egy jó állja föl. Na nézzük. Látjátok, hogy egy ilyen játékban mennyi, hogy elmegy az idő? Kicsit pofáztam, elmondtam úgy, még az új update-nek a felét se, de a lényegét úgy nagyjából elmondtam, hogy mi volt, az volt egy 10 perc. Utána bejöttünk, most megnéztük a házamat, amit ide is építettem. Szóval igazából ennyi volt, még nem voltunk sehol. És eltett egy jó. Ezért mondtam, hogy ez szerintem elég régóta nem szokott hosszú stream lenni nálam. Ilyen 2 óra szokott max lenni, de szerintem ez egy 4 óra simán meg lesz majdnap, meg holnap is. Ha meg akarunk nézni viszonylag mindent. Meg én fel akarok fedezni mindent, mivel semmit nem tudok, hogy mi jó van. Meg lehet, hogy változtak a vaultok is. Kíváncsi vagyok, azok is milyenek. Értem. A legjobb kapja a legutoljára dolgokat. Na nézzük. Jelenleg 4 játékos van velem együtt a szervermen. Kapsz egy ilyen csecse szoknyát. Kapsz egy ilyet. Szoknyája van. Kapsz egy ilyen fölöst. Kapsz egy mellest, meg kapsz egy csizmát. Ja. Úgy. Ha már is jobban nézek ki. Szint úgy. Ilyen. Egy. Már majdnem jó helyet tettem, de szerencsére helyen ugrott. Szoknya. Ez elég jó páncél, hogy átjátok 267-es a melvértje. Jó, könnyű lettem. Mind a hab. Na, ő északi. Neki ez alapból ez jó. És az ő felszerelésük az ilyen. Oké. És utoljára kapja a legjobb a páncél. Van ez így. Meg kell nekik kaját adni. Igen. Ez a sok fűvacak, ez nem kell, ezt egyszerűen kidobjuk. Még bezúzni sincs értelme, hisz mindegyikből egy füvet kapunk. Úgy. Oh. És nem ebből kivettük a kajákat. Itt a kaja. Itt a kaja, hol a kaja? Na, őt fogjuk magunkkal vinni, ő a legjobb. És ő jelenleg a legjobb, aki tudunk, hogy a legjobb. Lemúrjak azok ugye gyengék, azok a T2-esek. Az északi az ilyen, az még úgy talán elmegy. Viszont ez a szetvallásos manus, ez T2-es, ezek jók ezek. Jelenleg akiket tudunk. Itt fogtam őket. Sőt, őt.
Ja. Igen. Oké. Okay. Na, kell egy paci. Hoppalé. Nem, mindegy. Van ez így. Na, öcsém, gyere velem. Téged kihúzunk. Milyen statjai vannak? Plusz 14% esélyt ad az előre a levest adunk neki, gyorsaság, élet, oké. Okay. Jelenleg meg ugye ezek vannak. Oké. Okay. Paci, paci, paci. Szerintem egy pacit húzzunk fel kezdetbe. Egyes, két. Hé, hey, hol vagy? Nem azt mondtam, hogy kövessen. Nem azt mondtam. Most követ. Azt hittem, hogy mondtam neki, hogy kövessen. Yes? Zuzzunk! Fedezzük fel az új világot. Juppi! Harca fel! Győzni kell! De akadhatunk egy fákjába is. Yes? Öt küldjük előre. Hú. Mikor fog észrevenni? Na, észrevett. Üsd, vágd, ne sajnál! Adj neki! Elakadtam. Lönelsül! Öld meg! Kemény szetista vagy! Na, jön a következő is. Elég a menekülésből. Ezentúl megöljük az összes farkast. Ha eltaláljuk. A bozótban sok mindent nem lehet látni. Az agy neki! Level 10-ig legalább fölhúzzuk ezt a T3-as harcost, addig simán elérünk a vaultig. Ez a farkasos. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szerintem észre fog venni. Nem. Egész szépen nő. Aztán majd kitapasztaljuk, hogy melyikek a legjobb harcosok. Itt is. Nagyon... Menj oda. Ugye aki elől megy, azt támadják meg. Inkább ott támadjanak mindenkit. Megölni! Remélem, a vaultokat nem nehezítették meg, mivel annó, ha valakinek volt egy közepes páncélja, egy közepes fegyver, még egyedül is legyőzte a bost. Remélem, ott nem lehet nehezítés. Nem úgy akarok bemenni oda, hogy mindjárt meghalok. Hadd harcoljon,
hadd nőjön a szintje. Ilyen látom, mintha támadta volna őket. Ez a folyágás, ez mindig nagyot sebez. Elintézem az egyiket. Jel, mutasd, mit tudsz. Nem volt csak. Viszont ezeknek a típusú tallóknak főleg a HP az, ami iszonyú nagy. Ha jól emlékszem. Itt iszonyú sok falkas van, ugye, amit mondtam nektek, viszont igazából kölyköt nem láttam még. Pedig az jó lenne. Itt van egy kis szén, van fém. Ugye én annó nem véletlenül költöztem ide, hisz itt iszonyú sok fém van. Itt fölfele a hegyen. Viszont igazából még ezzel hegyen se voltam. Azt tudom, hogy itt annó volt bos, pont fölöttem, vagy itt, vagy... Mindegy, elfelejtettem már minden. Menjünk, aztán majd lesz valami. Ott is van egy vault. Lehet látni. Viszont a táborokat nem igen mutatják, és itt sem lehet látni semmit tábort, és nem is jött be, hogy itt tábor van. Bocsánat. Be kell nézni, föl kell fedezni ezt a világot. Ott van fekete jég, vagyis itt van fekete jég, fém. Ez jó. Nem kívánok sietni, hogyha esetleg van előttem bos, farkas, vagy medve, vagy bármi, inkább a... ő menjen. Ezt mindig az első támadják. Mennyi kibaszott farkas van itt, bazd meg. Yeah, mit tudsz? Hagyá! Hagyá! Majdnem. Lehet, ha a kardát ott bemegyek, nem? Nem. Csak nem lettek nehezebbek, ha igen, meghalunk. Hú. Bazd meg, hogy lehet ennyi NPC-t letenni, legyen az állat vagy tal, egymás egyén hátán, madár támad, farkas támad, mindenhol mindenki támad. Kemény ez a világ. Az új két szigete meg még keményebb. A... Jaj. A... Kőállatok. Olszalvú vagy nem olszalvú. Tudjátok, ami kőből van azok az állatok. Azok is új kinézetet kaptak. Itt is és a régi mappon is. Itt valaki támad. Hát jó, el van az apába. Van itt valaki, akit nem láttam? Az mi a tököm? Az medve? Mi van? Ó, bazd meg, hogy... Még lovagol is... Azt a kurva, mennyit sebez!
Mi ez, Falkas? Legendás páncélt adtam magamnak, bazd meg, aztán ennyit se bez. Hát eljön mindjárt a HP-m 10%-a. Júj. Az Maci? Hol volt? Az az, nem? Maci. Ott száma, ott is egy. Gondoltam, hogy észrevesz. Hol vagy? Nem hiszem el, hogy az ember nem tud békésen lovagolni ebben a világban, hogy valaki ne akarja másodpercenként megtámadni, hogy bazd meg, hogy törölj meg. Uj. Az még nem baj, mivel ugye húzzuk a talált, viszont tényleg az ember lépésenként valakibe belebotlik. Na, ez meg itt alattunk. Itt már azok a fák vannak, ahol lehet. Jaj, ezt tudom, hol van. Ott lakott Viki valahol. Jaja. Itt valahol le tudunk menni. Hál' Istennek, ez csak őz. Azt hittem valami medve, vagy nem tudom. Én itt szoktam ugye átjönni hozzá. Ja, pontosan. Valahogy, már nem emlékszem. Ez a terület, ez itt viszonylag barátságos. Egyetlen egy pulyka van valahol lefelé, ha jól emlékszem. Ha jól tudom, hogy merre kell menni. Mert ez egy sokkal rövidebb út volt anno, meg most is, mintha megkerültük volna a hegyet. Említeg itt tovább egyensúly, és ott le. Nem úgy nézem. Hogy a tökönbe jutok le? Az ember sokat felejt fél év alatt. A táj az nem változott a régi map, viszont én elfelejtettem az utakat. Ez lesz az. Mint ha... Ja, te vagy. Kicsit megütjük magunkat maximum. Itt szokott lenni egy bors, egy szarvas. Na, itt szoktam rengeteg fémet annól szedni. Sok fától nem látok semmit. De most kevesebb fém lenne itt, nem? Csak nem láttam a... Ja, itt a madárka. Hello! Na, ez két súnytásra az ember agyon vágja. Itt a kolléganő. Szerintem itt izéja volt. Egy állatneveldéje, bezúzta? És én anno... Itt laktam, fiúk, lányok. Oda építettem anno egy nagy kilátótornyot, és itt volt a kapu, és itt volt maga a ház. De úgy voltam elő, hogy most nem ide akarok jönni, sokkal jobban tetszik az elje. Azon kívül, hogy kibaszott sok farkas van elő. Jaj, pont itt volt a ház. És odaépítettem egy lépcsőt, és odaépítettem az oltárokat annó. És itt elő volt egy bors. Hello? Egy szalamanderbors volt ott, valahol a hajó környékén. Mindjárt jövök, fiúk, lányok. Tudjátok, kaja van. Pontosabban kaja lesz. Csak nem akarom se szétfőzni, se az, hogy most legyen. Nézzétek a tájat, nagyon szép.
elég sós meg minden, még egy fél óra kb. Szerintem elkészül a csirkecomból a pörkütt, aztán majd is csinálok hozzá a spagettit. Na, 57-es szintű. Jó kiúszta magát. Pedig ma kezdte. Talán az hogy áll? Level 6. HP az nagyon jó. Nézzük meg ezt, ha esetleg még mindig itt az a boss, és szerintem itt lesz, elfutunk. HP-ja nagyon jó talának, viszont nagyon gyenge. Négyes elő. Kimérőjek alapból ilyen 20-asnál szoktak kezdődni. Kimérőjbe ezzel kell. Ja, 5. De például 5 megkíselhetnénk, ha már megöltük. Legalább ad egy kis tollat. Megkéseltem egy madarat, az hagyja, hogy még hogy adott tollat, meg hús, de még tojás is volt benne. Ez érdekes. A húst azt eldobjunk, mert tönkre megy, meg a tojást is. A toll az viszont jó lesz. Olé! És ezek a hajók is olyan kibaszott jól megcsinálták. Van itt azok emberek? Vagy kik azok? Vagy mik azok? Itt nem látok most. Ezek emberek, igaz? Fiúk, kik vagytok? Na, ki ez? Ki vagy? Hikana? Hát ezek nem valami nem valami erősek. Szóval itt is van valami tábor. Na, ez aminak ez tök jó lesz, hogy az első talaját ezt itt elfogja. Nem tudom, az olyan főnöknek tűnik. Majdnem. Ő a tied. Hát úgy nézem, hogy ez nem volt főnök. Nem tudott tovább menni. A tökön van. Jó, ezek tőlem köféni. Itt valamit lehet tanulni! Mi ez? Hol van? Pillanat, ezt még megöljük. Itt... Hol az ilyesz? Ki lő? Jövök. Itt vagyok. Hajá! Gyere, mutasd, mit tudsz. Hajá! Úgy. Ezt eltesszük. Ne, vedd fel azt a kibaszott fát. El akartam küldeni a talált. Na, ide, hogy kidő. Ebben van tégla. Elviszük a téglát. Itt van valami recept, vagy valamit láttam. Ennek leugrott a fele. E nem kö. Most van valami. Itt volt valami. Nem kö. Itt valamit láttam. Ki írta, hogy... Mi ez? Piráta? És az melyik? Ez nem az. Hogy beszólj meg. Most mi van? Igen, megtanultam egy új ízét, és ez hol a faszban van az a kalózva, cak?
Jöhet. Én vagyok vak. Fiúk, lányok, elméletileg tanultunk egy új izét, mutogatós dolgot, de vagy nem, nincs nálam, azt hittem, hogy esetleg fölvettem is még utána meg kell tanulni. Hát mindegy, itt van egy értitek, lehet mutogatni. Lát, hozta annyi ezüst. Elég sok itt a izé, láda. Ó, ez nem, hogy mi jaj. Bebaszunk. Első nap. Ó, mennyi lút. Adod ide. Az miért tököm, ami ott mász rá? Na, ez aminak nagyon jó lesz, hogy ezt hogy itt lakik pont előtte, így tud trálokat fogni. Ezek valami gyengusz trálok, de hát kezdőnek ez is jó. Hát mi? Ígyunk, ha már vízbe vagyunk. Nem lehet inni? De itt van, oké. Mi ez? Mi van? Most vettem föl. Oké, okay. Ilyen biztos nem kell. És legalább tud lootolni. Itt annó fiúk, ez a kis szigetezik nem volt, csak a hajóik volt, és előtte volt egy nagy gyík, ilyen három kopis bos. Annó, amikor kijött a játék. Mindegy, majd lesz valami. Mi a fasz van? Már bocsi. Most fogy? Láttátok, előbb ittam, de nem fogyott semmi. Lehet, hogy a recepte is ez van, hogy lehet, hogy esetleg bugol, meg... Jó, a nyersanyag az a lényeg. Fémet nem hiszek el, mert ez nehéz. És nálam is elég sok fém van. Tegyük hozzá, hogy ahogy mondtam nektek, hogy van bug vagy hiba a játékban, hogy nem lehet a térképen látni a vihart. Ugye ez most jött ki csütörtökön, ez az új kibaszott nagy bővítés. Magán az eddigi szigeten is rengeteg újdonság jött, illetve jött két sziget. Így nagy valószínűséggel 100%, hogy vannak a játékban bugok, hibák. Szóval lehet, hogy jelenleg ilyen talent receptet nem lehet felszedni, vagy valami, vagy később mutatja majd csak, hogy van valami. Az a lényeg. Ezt el kell fogadni. Itt is van nálad.
Kő az biztos nem kő. Mi valaki szépen összeesett. Sau fel. Mi van? Mi volt? Kell egy ásó. Sofel. Sofel az az ásó. Van a játékban ásó? Lehet, hogy műhelyben van csak. Ezt meg kell nézni. Itt lesz kincs, amit ki kell ásni. Hello, szépségem. Ah, van nála téga. Van is. Beszállok, bazd meg. Kincs kereső kisködben. Az ott mi? Az ilyen kajáknál szokott lenni valami dög. De lehet, hogy megölték a dögöt. A visszaszpónolás az ugyanúgy benne 15 percre van beállítva. A trallók, a nyersenyek, minden úgy kb. 15 perc után szpónol vissza fiúk, lányok. Mivel van egy olyan új lehetőség a szerver beállításokban, elég sok újdonság bejött ezen a téren is, hogy maga a szerver tulaj állíthatja be azt, hogy mennyi idő után szpónoljon vissza minden. Nem az van, mint anno, hogy alapból 15 perc van játékban. Így lehet, hogy a valótok is úgy 15 perc múlva spawnolnak vissza. Két madárka. Ezeken legalább fog a izi a csillagfém fegyver, bazd meg. Farkasokon semmi nem volt. Alig vette le valami kis HP-t. Egyet tollat. Még egy kis tollat. A toll az mindig jó. Pláne, hogy jelenleg semmi nincs. Tojás nem kell, a hús nem kell, a toal az mindenképp kell. Itt vagyunk, elmegyünk ide, fiúk, lányok. Nem hittem, hogy ilyen kis területet fogunk tudni igazából megnézni, hisz itt is igazából csak átmentünk. Elmedöngyünk ide, utána eljövünk eddig, és itt eljövünk visszafelé ide. Ide is föl kéne menni igazából. Meg húzzuk a talált, hogy meg ne halljunk a vaultba. Nem tudom, hogy az keményebb lett-e a vault, vagy vaultok keményebbek lettek-e. Ami itt keleten vannak, mi mindig ezekbe a valótokba szoktunk menni, mi ezek könnyűek, egyedül is, tal nélkül is meg lehet csinálni, szóval jók. Viszont, hogy azt nehezítették-e, vagy sem, fogalmam sincs. Még a bost is egyedül meg lehetett ölni annó. De ahogy látjátok, ennek a talnak ő ilyen Elite Hunter féles, igaz, az kibaszottul magas a HP-ja, viszont az elje az kalapszutyi. De megnézzük. Legrosszabb esetben meghalunk, ennyi. Épp én akartam, mert valaki beszólt. Ejjáó! Nem azért, de a krokodilok is, mintha kevesebbet sebződnének. Kaptak plusz HP-t, vagy mi? Yeah! Ah!
Segbe. Ezek csak izét annak dalábokat, nem jut eszembe a magyar neve. Az már nem kell nekem. Páncéldalába, ugye, te ugye, ami az állatnak van. Itt is itt egy hajó. Ja, kurva anyádat, a szívalmat hozod ám, hogy ki a faszom futkozik itt? Ezt meg kell nézni. Ott mi van? Jelek! Csupsz! Jelek! Jelek! Mász! A mászás is teljesen már... Ups! Mi a... Ezt gondolom ti is látjátok. Hogy a levegőbe másztam. Sőt, most is. Itt, hogy lehet tovább menni. Itt van tűz. Füstölő. Annyi ezüst. Oké. Az igaz. Ja. Ennyi? Itt semmi nincs. Csak egy lootolható láda. Elkapni kívántam a falat, de ahelyett falmászás lett a vége. Ja, wow! Milyen gyorsan. Jön a vihar, ezek szerint eltelt egy jó. Látjátok, mennek a levelek. Szállingóznak. A vihar kezdéséig 5 perc van. Az nem túl sok, de nem is kevés. Ugye, ha valaki itt van bent a középen, például torony környékén van csak csillagfém. Ha valaki belép, épp vége a viharnak, tudja, hogy van egy jó ára a következő viharig. Viszont ebben az a baj, hogy ilyenkor besötétül. Kevesebben kell látni. Nem fedeztünk sok mindent föl. Na, ez bejött térképen, hogy itt van ilyen táborféleség. Nem tudom, megnéz, ez ilyen kezdő spónolási terület, szóval szerintem sok minden nem lesz, vagy nem lenne. Szóval szerintem menjünk tovább ide be, és aztán az utat követve. Itt annó egy kutya volt, ilyen kutyabos, egy kopis. Most is itt vannak kutyák, vagy... Mi van itt? Sőt, ha itt vagyunk, el kéne menni. Hol is van a másik? Itt a másik vault. De mi elmehetünk, például megnézzük majd, hogy most itt mi van. Hát elmegyünk itt föl. Itt szerintem, itt valahol föl lehet menni. Elmegyünk megnézni a... Bocsi? Vaultot. És utána jövünk visszafelé. És utána be a... Izéba. Vihar hátránya az, hogy elég kevés mindent lehet látni. Mert ugye vihar az olyan, mint a sötét lenne. Azért lehet látni. Tökéletes. Úton vagyunk. Ő is. És nem kutya van, ott egy néni van. De szerintem kutya. Nem látom. Valaki? Hal
Hallottam, de nem látom. Megvan a kutyi. És ezek vajon kik? Vagy mik? Á, gyere, mutasd, mit tudsz. Hibi, ott a vial most aktiválódott. Mintha itt valaki nagyon itt tögetne. De ezek nem sebeznek annyit, mint egy kibaszott farkas, bazd meg. Na, menjünk be. Ilyen van itt valaki, nem mondod. Itt is ég a tűz, bazd meg. Még valaki itt kiabál, vagy? Vannak még itthon? Á, vannak. Te ki vagy? Ó, egy szobász is jó lenne. Szobász, értitek. Van még egy csöcsös íjász, akkor ez valami T1-es. Valaki nagyon beszólt. Nagyon megijedtem. Itt annó egy kopis boskutya volt. Mi van most? Tábor. Itt is lehet találokat fogni. Ez valami szakács lesz. Ám még mindig túl élő, vagy... Ott bujkák vannak? Oké, ennyi volt. Kilutoljuk ezt a helyet is. Ez a tábortűzbe az meg úgy elvakít, hogy nem látok semmit. Ennél sok minden nincs. Itt is van valami recept. Itt is van egy talent. Nem igen látom, hogy bármi újdonság is lenne. Lehet, hogy ezekkel még gond és baj van, fiúk, lányok, úgy értem, hogy ahogy mondtam, lehet, hogy búgos még, nem lehet, lehet, hogy itt vannak a receptek, viszont lehet, hogy még nem lehet megtanulni. Ah, most frissen betonozták? Bocsi. Szerintem pár napon belül biztos fog kijönni ismételten egy frissítés. Gondolom, ilyen bugjavítások lesznek. A lényeg az, hogy lehet lootolni. Nagyon sok tábor van, és nagyon sok doboz. Talentek meg igazából csak ilyen szinoníma, ugye? Amiket meg lehet tanulni, és más játékosok felé, vagy egyszerűen mutogatni lehet. Igen, itt ennél van valami. De csak egy cetli. Cetlit nem viszek magammal. Ez is kidőlt a falnak. Ló, az hogy áll? Kéne neki majd... Kéleg. Oké. Okay. Fiúk, lányok, ismételten mindjárt jövök. Bocs, de tudjátok, ez van. Oké. Okay. Még most állt a stream 1 órája és 36 perce. Kettőkor legkésőbb leközelni a tűzhelyet, mármint az elektromost. Addig simán megfő szép takarékon a pök.
Szerintem fiúk, lányok, ez mind búg. Egyenlőre, hogy ugye nem lehet látni a vihart a térképen, és szerintem ezeket a jeleket, amit ha az elbetűt nyomjuk, ugye mutogató, meg ilyenek, szerintem ezek még szintúgy nem elérhetők a játékba. Gondolom bug miatt, vagy lehet, hogy majd még később ugye, sőt biztos, hogy jön, javítás, meg még update, meg hasonló. Bocs, viszkenózim. Előfordul. Jó, ez fölkerült különbe a térképe? Fölkerült, oké. Okay. Követjük az utat. Jó, ezek szerint csak a farkasok ilyen kemény legények, hogy el is ebbe zajtuk a csillagfém. Fegyver, pedig ugye a régi mappon ez a top fegyver, ha nem legendásokat nézünk. Öld meg a pulykát. Pulyka hal. Segbe rúgta és levágta. Ezt most nem tollazzuk meg. Nem látok, nagyon benn van a sapka a fejembe. De ezt lehetett könyvben is tudni, hogy most jön ki egy kibaszott nagy frissítés, biztos lesznek bugok, meg hibák. Jó van, fedezzük fel a területeket, ez jó. Itt is látok kutyát. Oké. Ó, itt sok kutyus van. Vagy egy, és az csak fű. Kutya az mit ad? Már nem azért, de... Bundát? Szörmét? Szört? Vagyis izét? Bört? Hallok valamit. Halló van! Lehet, hogy mi is két kutya volt. Ezeket kéne csákányozni egy-két fát. De ismét nem csak azért, hogy a lónak legyen kajája. Mert így ad fakérget, ha a fát ütjük. Nem baltával, hanem csákánnya. Se hagyjuk el. Itt annó volt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy maci, aminek iszonyú sok HP-ja volt. Hát még megvan? Megvan. Ez akkor a maci, mint a ló. Nagyon erősnek nem mondhatni, hogy viszont kibaszott sok HP-ja van. És valahol itt lehetett fölmenni a másik Dungeonhoz. A másik Dungeonban az a jó... Nem Dungeon. Vault, bocsánat. Vagy a környékén nagyon sok a... Ezüst talán? Azt hiszem ezüst volt ott nagyon sok, vagyis itt. Valahol itt a lefelé úton. Nagyon sok ezüst volt, de lehet, hogy arany volt. Vagy már nem emlékszem, de valami volt. És ezeken a területeken, ezen a barna... Fás részen, ugye itt lehet a... Itt vannak azok a fák, amire lehet építkezni.
Yes. Itt lehet fölmenni, olyan előérzetem van. Ha csak nem akadunk el egy-két kőben. Na, ez a denevér Svault. Na most Svaultot mondtam, nem Dungeont. Itt valahol volt már ezüst, vagy arany, vagy mi a tökön van itt? Arany. Ott meg már ott egy denevérke. Ezt el kéne vinni. Oda né, együttéssel. Milyen? Együttéssel éj. Hamar megadja magát. Azért jó, hogy az ember nem felejt el minden. A kurva anyádat! Jézusom, mennyi apja van ennek. Valahol van! Az agy neki! Halljon a mocsok! Én sokat nem sebzek. Emlékeim szerint ennél többet sebeztem. Ó, adamantium. Nem adamantium. Altárium. De én mindig adamantiumnak hívtam. X-Men. Itt van kén. Azt is lehet, hogy kéne vinni. Halljátok a szívvelést? Ez a Dungeon jele. Dungeon, mondtam. Az a másik ma... Vault. Na. Nem jössz? Mennyi? Kapd el. Hú, itt kettő van. Gyere vissza. Sokat sebzek, bazd meg. De szerencsé, annyira ők se sebeznek. Állj meg! Bekábult. Csak a seggét. Istvány, ne sajnáld! Öld meg! Öld meg! Védj meg! Kezdő vagyok. Hol a... Állj már meg! Hol a másik dög? Ebbe semmi sincs, de van valami. Ebbe sincs semmi. Ez a arany? Az igaz? Lóba kéne pakolni. Eléggé nehezek kezdünk lenni. Az meg fekete ég?
Az. Nem hagyjuk itt. Nem emlékszem el a baulta. Farkasost jobban emlékszem, ami itt van. Oda akarok először bemenni. Mindjárt jövök, fiúk, lányok. Lezárjuk a kaja alatt a gáz tűzhelyet, a villanyt. Aztán utána tudunk végig játszani. És mondd át, tücsök. Mi volt ez? Na, ennyi volt a tea. Nem baj, van még víz. Szerintem kömbezek búgok, fiúk, lányok, ismételten. Majd elmúlik. A jövő héten... Én biztos vagyok benne, hogy a jövő héten már fog jönni ismét update, illetve frissítés, főleg frissítés. Hogy ezeket a hibákat ugye... Te kibaszott csetét, hogy én bazd meg, nem látok semmit. Valahol itt lefelé vezető... valahol itt kell lennie... Itt is aranynak, azt hiszem, de lehet, hogy ezüst van itt. De már nem emlékszem. Nagyon sötét van. Itt jó lenne valami ízéllátó valami. Dögöket lehet látni, világít a szemük. Ő vajon lát? Itt van pont előttem. Szerintem lát. Mintha lenne valami, elmutatna lassan a vihar, különben, hogy lássak tényleg valamit. Én még sok minden nem látok. Az a jó, hogy forgással már elég sokat sebb ez a trall. Hát mi volt? Eldőlt. Mi van ebbe? Ez meg a másik. Láttátok, mi van benne? Mi volt benne? Ilyen korrupt kő. Az ilyen korrupt kövek mappokhoz kellenek. Minek van itt ilyen, hogyha nincsen map? Meg nincsen obelixek. Lehet, hogy mivel elég nagy lesz ez a világ is, ugye? Még ahogy mondtam nektek, elméletileg ide is jön két sziget. Lehet, hogy majd a
következő nagy update-te, vagy ha már ez is bejön, utána lesz itt-ott Obelix, meg elérhető lesz a map. Én csak el tudok gondolni, de ez jó lenne például, mert tényleg most már elég nagy a sziget. És nem látok semmit. Hol a ló? Hol a ló van? Én múlhatni a vihar? Viccen kívül? Nem látok semmit. Nekem be lehet, hogy este is van. Ah, ott vannak ketten. Ott van valami. Igen, ezüst. Arany is van itt, de az azért kevés, viszont rengeteg az ezüst. Ja. Ja. Megvan. Követ nem cipelek magammal. A kő az mindenhol van. Még ha nem is kő. Hol vagy? Persze a szélén kell lenni, mi? Gyere, yeah, mutasd! Mit tudsz? Nem igen sebzem. Viccen kívül. Keménynek hiszed magad? Hát ebben minden olyan valami nem kell. Oké, arany és ezüst itt van. Máshol nem emlékszem, hogy hol van még. Valahol itt is van, azt tudom. Persze a világ végén. Lassan vége lesz a viharnak. Nekünk meg legki... Ah, itt is van egy ilyen... tarany. Azt is meg kéne nézzük. És utána akkor itt visszafelé tudunk menni. Jelenleg 4 játékos van, fiúk, lányok. Persze meg kéne tudni, hogy hol a faszomban van leút. Hát, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed. Ó, bazd meg, ez ugye nem fog fájni. Itt valami kutyát hallok. Hova futsz? Itt vagyok. Mi volt ez a nagy kellő? Az miért a nagy? Azon kívül egy hajó. Ez mind ilyen kezdőterület, ott csak nincsenek találók, nem? Vagy... Mentünk egy jó kört. Ott is van egy kutyus. Mit nézze? Van még egy. Az hova fut? Na mindegy. Most meg jön vissza. Hát, mik nincsenek ebben a világban?
megtaláltuk a másik keleti öltornyot, vagy lángot, vagy hogy mondjam, fordítsam. Mi az, hogy nem tudsz felmenni? Ez mi? Gyerek? Ezt megesszük. Hát ez ebben sok minden nincs. Egy pár perc is vége lesz a viharnak, fiúk, lányok. És utána többet lehet látni. Legalábbis egy jó elkezdő. De szerintem így is egész. Már megint hó vagy. Semmit nem látok. Ja, megvan. Hol volt ez? Van ilyen? Van mi? Itt van két kutyi. Kölyköt még nem láttam, pedig annak is kéne itt valahol lennie. Én valahol itt fogtam a kölyköt. Azt hiszem itt volt valahol, de nem biztos. Iszonyú sok idő lesz, amíg az ember felfedez mindent. Itt is van vault, azt tudom, az is ilyen falkasós. Itt azt hiszem csontvázos, vagy nem tudom milyen vault van. De ebbe bemegyünk mindenképp. Most eljövünk így visszafelé, fiúk, lányok, a folyót követve. De még megnézzük, hogy ez is itt mi. Ilyen se, ez se volt itt. Aztán majd legközelebb így megyünk tovább éjszakra. Sőt, lehet, hogy nem legközelebb, hanem most mivel. Sőt, most. Ezt az észak-keleti területet meg akarom nézni, úgy értem keletet, ahol én lakok. Ezt tudom, hogy itt bossok vannak, vagy legalábbis annó voltak bossok, itt is bossok voltak. Ez olyan, mint a névtelen város, meg ez is, csak ez jóval nagyobb itt. Meg itt is olyanok voltak itt, ez meg ilyen NPC kereskedő sziget. Szóval az a terv még, hogy ezt az egészet megnézzük, elmegyünk ide, meg majd, ahogy meglátom, milyen kedvem lesz, hogy lesz. Na. Töltsük fel kulacsunkat, ígyunk a vízből. És van egy kutyi. Pillanat, valamit megnézek. Mi volt? Hát, elmúlik a via.
Csak az üzenetek, bazd meg, de igazából a spam, reklám. Na nézzük. Mit hol találunk, vagy nem találunk? Mint a tüzek lennének. Itt, ha jól emlékszem, itt volt Bosch. Itt fönt, valahol. Vagy az megvan? Mi az, krokodil? Na majdnem. A csillagfém fegyvereket leamortizálták, vagy ennyi HP-t adtak meg ilyen az állatoknak? Mert a régi mappon még nem néztem meg, hogy ilyen kemények a krokodilok, meg a farkasok, vagy... Vagy ezek ennyire lettek amortizálva, ezek a csillagfém fegyverek? Mert ezek top fegyverek közben voltak. 51-es sebzés. Nem többnek kéne lennie? Itt is volt egy boss. Itt volt. Itt igaz? Azt hiszem egy fa boss. De most nincs itt. Ja, pont ott volt. Nézzük, itt kik laknak. Most mindenhol eltüntették igazából a bossokat, és embereket tettek a helyükre, vagy... Érdekes. Na, most kell a nap. Na, itt is valami NPC tábor van. Ezek mik? Ennek... Stiggy... Hidi... Na, megcsapott. Attack! Darkfly táncos. Na ja, ott fönt, úgy könnyű lődözni. Gyere, beszéljük meg. Ez mi? Ez emeltek egy T4-es? Ez még valami pap volt. Menj az útba. Én mit a pap? Ez mi? Ennél van valami kulcs. Valami kulcs valamihez. Lehet, hogy a vaultokban vannak nagy ládák is, lehet, hogy ahhoz ad most kulcsot. Valamennyi szín, ne elviszük. Nem tudom. Majdnem minden teljesen más. Itt volt láda? Azt ott hanyagoljuk ott fönt. Még nem fedeztük fel ezt a helyet. Pedig itt vagyunk. Ez ki volt? Ez egy kutya volt. Miért nem lehet felülni? És hol ment a talon, bazd meg? Állj már meg, hol futsz? Jézusom!
ez is itt. Mit csinál? Vannak érdekes dolgok. Ez recept vagy? Nem, ez is csak ilyen info. Akkor ezt nem veszük fel. Lélegzős tutyi. Jaj, nem láttátok. Cokolom, cokolom, van itt valaki. Még valaki? Na, most fedeztük föl. Ha már itt vagyok, mutasd bazd meg, hogy legközelebb tudjam, hogy itt van valami. Nem azért mászkálok, hogy még be se jöjjön a térképen. Hanem hogy tudja, hogy itt van valami. Elég szét... Szülőre. Elég szét vannak szólva a dolgok. Jó, te áll magába. Nem zaváljuk. Nem volt itt még egy vagy kettő, akit levágtam. Szín, sok szín. Ez megint valami üzenet, vagy reklám. Azért úgy bírom, amikor nézem a streamet, és esetleg belenézek. Aztán utána mit hallok? Az, hogy lehet hallani, hogy jött üzenet. Tök jó. Ez olyan fontos a spam, hogy nagyon. Érdekes, hogy minden bost elvittek, eltűnt. Pulyka az megvan. Ennél szokott állni az a bos. Megvan! Hogy állunk? Hogy állsz? Hápi az jó, szerintem neki megyünk. Na! Az első bos, ami meg is van még mindig, a többi az mind eltűnt. Helyette trallok vannak. Bár nem bánom, hogy trallok vannak, legalább lehet fogni. Nem tudom, hogy ő mit szokott tenni. Valamit szokott tenni, azt tudom. Nem, még ezt a pulykát megvágjuk, hogy ne avatkozzon a dolgunkba. Regélye van magába. Én szóval nem megy tovább. Ki kell magamnak? Menj tovább! Téged támadjon, engem. Észrevette. Szállámkop is volt, igaz? Hova mész? Ez most bujoskázik? Jaj, engem vett észre. El nem volt szó. Egymással játszotok? Sebzi ez? Van, megnézem a ládát addig, amíg elbeszélgettek. Egy kis ezüst az van. Más nincs. Hát kapja, de... Tal is. Meg én is. Ha
ezt legyőzzük, akkor a Vault-ba a boss biztos legyőzzük. Mindig ilyen az fi volt. Költség! Jó elcsapkodnak egymás mellett. Ez így elég hosszas küzdelem ez. Tal is kapja, de szerencsé kevésbé, mint a boss. Na, ő az első olyan boss, mondom, ismételtem magamat, aki megvan. Ez elég sokszor el szoktam jönni, mert ez ad fragmentet, vagy nak fragmentet, vagy hogy hívják ezen az új világba. Halló, bazd meg, nincs fegyven. Meg kéne csapkodni. Most mi engem? Mit csináltam, bazd meg? Meghalsz! Hol vagy? Hogy elugrott, bazd meg? Ilyet nem baszott Európa. Állj már meg, csak egy pici! Csak előtt a fénylő köcsök bunkójával, vagy izéjával, kalapácsával. A HP-ja felénél van. Nem tudom, hogy van még izém? Valami jól van. Elment haló. Nem, olyan, mintha nem is minket támadna, hanem így össze-vissza csapkod, megrugdos. Vagy eltalál, vagy sem. Ez elég idegesítő. Most van a HP-ja felénél kb. Nem hiszem el, bazd meg, hogy vágyál már egy helyben, hogy nem lehet téged megcsapkodni a kurva anyádat. Dögölj már meg a kurva anyádat, hogy nem hiszem el, hogy fél óra egy harc, amíg nem tudsz egy helyben lenyugodni, hogy bazd meg. Dögölj meg, te köcsög. Van ilyen! Ez régebben is így össze-vissza ugabugált, viszont legalább el lehetett találni. Én annó ezt, fiúk, lányok, ezt a bost az első Great állatommal győztem le. Sőt, mindig azzal jöttem. A szélén nem a legjobb, mivel ha le... Nem mondod! Szivattok. Azt nem mondjátok, hogy leesett.
Bazd meg. Tök jó, hogy itt harcolok vele 10 perce. Lement a HP-ja 40%-ára, most meg leesett a picsába. Aztán most mire nem támadjuk, visszatöltődött 100%-ban a HP-ja. De kurva jó. Valahogy a táborba kellett leessen. Az is leesett. És most hova tűnt meg? Bekömbököm magam. Mi a faszom ez a zsírik itt? Mi a faszom? Hogy áll a HP-ja? Hál' Istennek nem töltődött vissza. Ez legalább egy pozitívum. Ez a hercs, ez eddig is itt volt? Nem emlékszem ilyenek. Ugye, hogyha nem támadjuk a bost, vagy bármit, akkor alapból egy visszamegy a helyre, kettő visszatöltődik a HP-ja. Meg akarlak ölni az első három kopis bossom, hajnál meg. Jó, eljött a helyétől. Válts fegyvert. Remélem, ha meghal, nem fog ezt spawnolni, vagy valami. Megeszem a kalapom. És meghalt. És van nála... Ja, itt kicsit más a fragment. Hát azért... Jól levitte a HP-mat. És innom kéne, és nem ennem. Ez a hátsó miért van itt? Ki lehet nyitni? Úgy nézem, hogy nem. Viszont amennyi ideig eljátszottunk ezzel a bossal, fiúk, lányok, ennyi idő alatt itt a táborban lévőknek szerintem simán vissza kellett volna spawnolni, mert 15 perc ugye spawnolás. Ez a jó oldal? Ja. Itt valami kutyát hallok. Ja, itt is van vault. Jaj, ezt el is felejtettem. De hogy milyen vault-el, már nem emlékszem.
Igen, tudjuk, gyere vissza, majd később, ha érdekel. Na jó, a téged az érdekel. Ló is kapta. Lóna töltődik a HP-ja? Igen, csak lassan. Azok már visszaspónoltak is, Józsi is visszaspónolt, akkor megöljük ismét. És tudjátok miért öljük meg ismét? Legyen még egy olyan kulcsunk. Ismét volt itt egy mitapap. Ja, ez nem T4-es, hanem ilyen valami olyan boss, ami gyenge boss, vagy elfoghatatlan tral, vagy nem tudom. De lényeg az, hogy ezek valami kulcsot adnak, vagy mivel már találkoztam ilyennel. Azt hittem, ez sima T4 is el lehet fogni, de nem. Ki a faszom az, aki... aki megvan. Na, de megvan egy trófea. Jó, van két kulcsunk. Nem tudom, milyen jó a kulcs, de van kulcsunk. Mekkora kardja van? Semmi olyan, ami érdekel. Pénz az mindig jól jön. Volt itt még egy, nem? Ő hova esett? Felszívódott? Ja, itt van mindkettő. Jó felmegy, ki az? Igen, jó. Ezen a részen menj... mi a fasz van itt? Mennyien laktak itt annak? Mit mondtál? Ez is mit laktak. Mert itt csak mit a papok vannak? Már nem azért. Képzőhely. Más nincs, igaz? Hát ebben semmi olyan izgi nincs, ami mesele kéne. Ebben van energia. Én úgy tudom, az energiát a vihar szörnyeiből lehet csak kapni. Ezt is megmásították. De gondolom az miatt, hogy a játékosok, aki egyedül van, az is tudjon esetleg idézni. Hogy fölállt a haja? Hát ilyen például nem kell. Ez is olyan ásós dolog. Ehhez szükség van egy ásóra. Oké? Nem elfelejteni, hogy itt van egy ilyen ásós dolog, meg itt is. Hogy most milyen ásó... gondolom valamelyik műhelybe lehet ásót létrehozni. Ez még nincs fönn a térképen. Nem akar spawnolni? Nem mi? Valaki itt lakott közülünk. Ha jól emlékszem, erre két fára építkezett. Most meg ide egy ilyen kis tábor tettek föl.
De nem jön be a térképen, hogy itt van tábor. Mit csináljak? Itt vagyok! Ezzel kellett valamit csinálni? Próba szerencse. Mi van? Ez mi volt? Ki lehet venni az íjakat? Mik vannak? Vagy nincsenek? Hello? 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 Ennek meg kéne halnia. Hiába, hogy így. Vault. Oké, tovább egyenesen. Mi volt? Ki volt? Hol volt? Nem látok semmit. Ez mi? Féna. Ez krokodil lesz valahol. Ja, megvan. Krokodilok szerintem magasabb HP-t kaptak, mivel minden más ellen ugyanolyan hatásos a csillagfény. Ez érdekes. Ez itt egész jó helynek tűnik, lakhelynek, aki egyedül lakik, mivel ugye magaslaton van. Bárki tudja. Cicát még nem láttam. Úgy értem, macskát. Mi is az? Hiúz. Krokodil annyi van itt is, mint a picsa. Ó, hogy nem hiszem el, hogy már megen... Hajj már meg. Na, ott egy cica. Az olyan mennyire kemény. Adjuk. Itt ad a vault. Majdnem Dungeon-t mondtam. Az első vaultom. Reméljük, a boss nem lett erősebb, reméljük. Na igen, az elég cinkes. Talán az egész jó. Az előben nem valami nagy cucc. Nézzük. Ezek változtak vajon, vagy nem? Igen, még a több cső. Ez nekem nem tetszik. Menjünk ki, aztán utána ismét be. Szerintem nem fog tudni harcolni. Az meg elég nagy gáz. Na, most jó. Az első vault. Remélem nem lehet nehezebb. És itt az első falkas. Aki kicsit mintha be akart volna a falba. Megcsapkodjuk. Áááát! Ezeknek is magasabb lett a HP-ja.
Egyedül elintéztem simán annó. És elég sokat sebez, bazd meg. És ez egy. Van olyan hely, ahol kurva sok van. Ez rossz jel, akkor lehet, hogy a... Mi a tökön? Bossok is keményebbek lettek. Mindegy, a trall az egész jól elintézte. Na igen, ezt mondtam, hogy vannak olyan helyek, ahol kurva sokan vannak. Tudjátok, mivel kellett volna jönni nekem is? Egy ilyen fejszével, bazd meg. Most jutott eszembe, hogy igen, én is így csináltam. Hogy így forogtam folyamatosan. Mert ez elég sokat sebez. Na, ebbe van izé. Jössz? Vagy megállt a tudomány? Ez annó csak egy dísz volt. Most nem tudom, hogy én még mindig csak dísz. Ú, bazd meg! Nem láttam. Nekem is egy ilyen fejsze. A következő vaultban már fejszével megyek, bazd meg, mert most jutott eszembe tényleg, hogy én mindig így csináltam. Folyamatosan pörögtem is így jóval többet sebeztem. Hagyjál békén! Stamina! Hogy is nyílik ez? Csak utálnod. Jézus, hánya vagytok? Amíg öt bántják, nincs gond. Forogjál! Úgy sokat sebze. Ne rugdosd őket, hanem forogjál! Bazd meg! Igen! Ez az! Jövök! Mit, ha nem is lenne nálam kard, bazd meg? Ez nem lenne... Kurva anyádat, hogy tögölj meg! Nem van ez így. Nem van legalább. Ha jól emlékszem, két kő... ...ad egy téglát. És 20 kell ahhoz a... ...vacakhoz. De ha végig visszük, lesz bőven elég. Hogy ezt a műhelyet meg tudjam szerezni. Itt is van neki, igaz? Ez mi volt? Ja, itt kell kimenni. De jól emlékszem, hogy hátul van egy... Ja, ezt meg kell húzni. Oké.
Ez nélkül nem nyílik ki a középső ajtó. Itt vannak ládák. Olaj! Ez több HP-t ad, ezt megittuk. Szint azt elviszük, a többi nem kell. Annó voltak olyan gondok, hogyha nem vettünk ki mindent, a ládából nem spawnoltak vissza a dolgok. De most jelenleg igazából szinte egyedül játszok. Meg talán megoldották, majd kiderül időbe. Oké. Menjél csak. Az emlékek. Ez a fejsz, ez kibaszott jó, mielőtt sok mindenki csebez. És annak 80 valamennyi a sebzés, ellentétben az én 51-ese. Jaj. Van egy batyú a farkas emberbe. Ez érdekes. De szerintem ezeknek is magasabb lett a HP-ja. Hogy oda bassza a földhöz, bazd meg. A dáda nem jobb. Ne menj el, gyere vissza! Jézus. Csak utánad. Van, hogy 10-szer több HP-d van. Ebben csak egy kis... Tenni. Menj az utánba! Ja, tégla. Ezt a kettő vackot aktiválni kell, mind a két oldalon fiúk, lányok, hogy középen az ajtót ki lehessen nyitni. Három óra, ez tűnj meleg, bazd meg. Hol voltunk? Ugye volt egy 10 perces bevezető, elmondtam a dolgokat, és megnéztük a házamat, utána voltunk ezen a kicsin részen. És most még megnézzük ezt a területet is, a szigetet, ezt a területet is, mert akarom menni még ide az NPC-hez. Ez olyan 8 óra stream. Na mindegy. Kinyílt az ajtó. Válj meg itt. Nem emlékszem, hogy... Hogy van lenn valami? Úgy értem, láda vagy valami. Farkas, én nem emlékszem, hogy itt voltak hullák. Van. Ha vaultba vagytok, fiúk, lányok, mindig nézzetek körbe. Nagyon. Úgy eldugják a ládákat, meg mindent, hogy iszonyat.
Érdekes ez az új mechanizmus, ahogy mászik. Hogy is volt? Mind a két oldalt kell aktiválni ezt a vackot, ahhoz előbb azt kell aktiválni, és utána lehet az, mivel ott fölmegy az a vacak csipok. Ez nagy ugás lesz. Hogy is kell ugrani, bazd meg. Oké, okay. Ide spawnolt mellém, hál' Istennek, akkor majd ott. És pont ott sétál a kurva farkas. Ez jó volt! Szerintem nem jó fegyver jöttem, tényleg jó lenne itt egy ilyen fejsze. Jó, hogy jöttünk neki sokkal járt, bazd meg. Kéne egyet javítanunk. Azt nézem, hogy van itt valaki. Láda. Elég szomjas a karakterünk. Folyamatosan mészköd neki. Miért nincs, ha megiszom mind a hármat? Nem történik semmi. Hol vagy? Meg vagy. Itt is sokan lesznek. Csak utána. Bazd meg! Kettő egy, és az is mindjárt jön. Mindig a leggyengébb. Hogy oda kell a falhoz, bazd meg? Kell egy ilyen fejsze. Kurva anyádat. Ketten így pörögnénk, sima ügy lenne. Most már lement a HP-n fele. Ő is kapja.
Nem tudom, mi ez fiúk lányok a bosszal. Nem lett túlzottan kemény. Itt csak egy van, vagy van kettő? Ládák nincsenek? Ott egy nagy láda! Volt itt láda? Ó, csapkod a nénikédet! Én vagyok a házigazda, nem tudod? Nem tisztelnek ezek senkit? Ez mennyit sebez különbe? Hát 73 volt, azért valami is többet. Na most megnézzük, hogy most jelenleg két ilyen kulcsom van. Ilyen kulcssal lehet ezeket kinyitni, vagy... nem csinál semmit. Nem, szükséged van egy kulcsa a kinyitásához. Oké, szóval ezzel kulcsa nem tudjuk kinyitni. Azt hittem, hogy esetleg ez az a kulcs. Jól emlékszem, ezeket a kulcsokat a... Yetik, vagy mik adták? Amik itt mászkálnak az erdőben, ezen a részen. Majd megnézzük, fiúk, lányok. Ja, valahol itt az erdő részen, itt, de csak itt, az egész pályán csak itt voltak, itt fönt. Itt az erdőben, meg ezen a kis hegyen. Egy vagy kettő, nincs olyan hű, de sok olyan, talán 6-7 van. És ha azokat megöljük, ilyen egy kopis bos, az ad kulcsot, és a legendás ládákhoz is az kell, meg a vaultokban is az kellett. Oké, szóval van valamilyen kulcsom, egyet majd mindig magamnál tartok, aztán majd megnézzük, hogy mi az. Hova jó? Kettő? Itt egy szokott lenni. Csak utánad. Hogy ugabugá, hogy lecsapják a földbe, jó, engem is lecsapnak. Ezt tegyük hozzá. Sebzem őket, de anna többet sebeztem. Kell nekem is egy ilyen kibaszott fejsze, hogy közösen tudjunk itt fordulni. Elég szomjas típus vagyok, ahogy látom. Bár lehet, hogy ez a kulacs ez nem a legjobb, mivel ez egy ilyen gyógyító kulacs. Na itt csak ki lehet nyitni az ajtót, azt hittem esetleg van itt láda. Ha jól emlékszem, túloldal lesznek. Előre küldjük a talált. Azt lássák meg először, ne igen. Ott van. Ez a lónak jó lesz. Oké, menjünk vissza. Ha jól emlékszem, itt van láda ott lenn. Vagy legalábbis annól aztán volt. Annó gond és baj volt az is a vaultokkal, fiúk, lányok, hogy a követő lényegtelen az, hogy tal vagy állat, vagy pont-pont-pont, ami követett, az nagyon sokszor beleszpónolt ide-oda. Ez mi a tököm? Hát, nem a legszebb.
Ezért jöttem le, hogy nincs itt láda. Hát, jobb ezt is tudjuk. Szerintem kell egy sima kulacs is. Elméletileg már nem vagyunk messze a bostól. Eddig nem gyűjt össze valami túl sok, 8. Hát tegyük hozzá, hogy főleg a nagy ládában kell, hogy legyen a bos után. Azt nem mondta, hogy most szorultál bele. Kaptya? Na jó van, kezd elég. Támadni se tud, bazd meg. Na, azért. Még 44, elvisszük. Ne, nem visszük el. Nem hazamegyek. Vagy... Lehet, hogy haza kéne menni, és kéne nekem is egy ilyen fejsze. Ezzel szerintem sokkal baszóbbak lennénk. Persze, én még előbb. Itt lesz a bos, ha emlékeim szerint. Hiszem el. Level 10-es lett, mit kapott? Plusz 3 kakajó és plusz 3 HP. Ez azért nem rossz. Ennek bóházik. Bazd meg. Mindig nézzetek körbe. Mindenhol. A legkisebb részen is lehet valami. Érdekes az új mászómechanizmus. És említem most lesz a főbos. Na, ugye már level 10-esek vagyunk. Na, nézzük. Mit eszik? Vagy nem eszik? Ezzel mert nem lett több HP is vagy keményebb. Még nem a főbos. Főbos előtt vagyunk. Ott bal oldalt az ajtó, az az övé. Ne gyere vissza, menjél, ott van valaki. Ez eddig is ilyen volt. Ott a bors! Akkor az mi a tököm? Ja, az csak ilyen dísz. Ó, bazd meg. Állj meg! Meghalt. Ebben semmi nincs.
Jaj, azt hittem el kell menni. Pedig ez csak ilyen dísz. Ott van fönn valaki? Mert jól emlékszem, ott is lehet láda. Nem, nincsen láda. Na igen, megnéztük. Bazd meg. Mondd, hogy nem lettek el keményebbek. Ő egyedül van? Öld meg! Mondom, öld meg! Na nézzük. Nem lett keményebb. Csak jó lenne, ha hagynál támadni. Na, itt vagyok. Az első vault boss. Mindjárt a földhöz csap. Mindjárt békén. Ne játszotok egymással. Azt a... Anyád! Kell nekem egy ilyen fejsze. Hazam megyek, fejszek magamhoz egyet. Állj már meg! Add ide ládát! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Itt ha nem is sebezném, bazd meg. De legalább tényleg jó azt tudni, hogy a... lehet simán is talált fogni, ha egy... annó egy ilyen mezeivel idejöttem volna, két csapása meghalt. Ez meg tényleg egy T3-as. Mindjárt megvan. Hú, mi van ebbe? Ezt meg lehet kísérni? Meg, és a démon maszkot. Ó, meg más húst is. Ó, ez jó. Ez a kutyád még mindig nem tudom mi. Ez jó, ez ki... ez tönke megy? Tönke, de van egy... De ez, ez mérgező, nem? Bocs, kidobjuk. És szépen gyűlnek a dolgok. És elméletileg itt láda nincs. Hányszor volt ilyen Deva útba, bazd meg? Ez volt a kedvencem. Na, az első videó. De előbb kilútoljuk. Van egy nagy ládikó, meg két pici. Szint ezt elviszem, ezt elviszem, ezt elviszem. Ezt elviszem, ezt elviszem, ezt nem, ez nem, 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 nem. És na, mi van a fő ládába? 42! Megvan a láda! Ez még mindig nem igen emlékszem, hogy mire jó, de lehet valamire használni, azt tudom. Oké. Nézzük meg az első vaultos videót. Minden vault végén van egy ilyen kristály gömb, ami egy videót lehet megnézni. Mietit radalekstanson kala. Jokatan tuoma liotoloson. Imunas muuta alia radat jaksaa tobontaa. Mesan tarvan liravata dvaita patats. Ilana karnaina talanda. Lirana teklamilla palasas. Lilopin pratran solas rolanna miren. Lidomonek melanaa taisdilla raminas
Lassarman Sarpant. Isintamon Mariklama. Aslintianana. De ez érdekes volt, félig angol, félig német volt a szöveg. Még gondolom nincs meg mi... Ja. Gyere velünk. Na, ennyi volt az első baut. Kell nekem egy ilyen fejsze. Az nélkül nem érk én következő baútba. Oké, és kimegyünk. És ha minden igaz, most szürkén fog villogni, igen, és nem is lehet bemenni. Igen. Mivel én most voltam benn, ha van egy játékos benn, akkor nyitva lesz az ajtó, de kéken villog. Ha meg valaki végigvitte, akkor meg így be van csukva, és zárva az ajtó. Ez a jó, ez... Ott is van egy farkaska. Lóan az viszont hazaszpónolt, mi? A jó. Nem tudom az, hogy mennyi ideig után spónol vissza minden, de szerintem beállítások alapján, mivel minden 15 percenként visszaspónol, szerintem ez is 15 perc alatt visszaspónol. De ez most még úgyis nem fontos, majd később. És mivel elég sok cuccom van, fiúk, lányok, meg a lovam is hazaspónolt, őt szépen letesszük, és hazahalunk. Kidobálunk oda-haza mindent, ő 15 perc múlva hazaspónol. Ez a stream úgyis jó 3 órája megy. Kezdek kiéseni, meg este van. Szóval elmegyek vacsizni. Addig ő hazamegy. Aztán utána folytatjuk tovább. Kemény 3 óra alatt ezt a nagy területet néztük meg. Ugye a 10%-át? Sőt, itt nem is voltam. Itt voltam csak fönn. Itt jöttem fönn, itt lementem, itt végig a parton, ide, ide, itt át, itt föl, ezt megnéztük, és ennyi. Jó nagy utat megtettem. Viszont ha ezt tudom, akkor nem dobálom ki a dolgokat. Meg ahogy látom, jön a vihar, vagy már vihar van. Pillanat. Nem jó felnézek, igaz? Még csak most lesz a vihar, ja. Az nem is baj, az fél óra. Utána legalább nappal leszünk. Kezd fújdogálni a szél, mindjárt megjelenik ott fölül a... Ezt mi megnézzük. Pulge? Viszont egyik kulcsot megtartok magamnál, mivel nem tudom mi ez a kulcs. Ilyen magasan vagyok. Ja, itt a paci. Na, már kezdődik. Még az a gondok, hogy be kéne mennünk ide Talamiba is, van egy Nachfragment, vagy itt hogy hívják? Marktfragment. Oda hát simán fragment. Valamilyen recepteket lehet venni ott a Talamiban. És egy ilyen bekerül egy. Szerintem veszünk egyet. Majd. Úgyis arra megyünk majd. Vihar az kezdés az 5 perc.
Szóval legközelebb itt lemegyünk, itt elmegyünk tovább. Igen. Sőt, előbb bejövünk így, megnézzük itt is. Nem tudom, hogy itt még bossok lesznek, de gondolom bossok lesznek. Mivel a legtöbb boss az ugye eltűnt, és találók vannak a helyükbe. Egyedül itt volt boss. De ez olyan névtelen város féleség szokott lenni. Szóval szerintem azt meghagyták. Bocsi. Meg itt is van egy vault. Ha jól emlékszem, ez kígyó emberes, vagy nem tudom. Elfelejtettem. A lényeg az, hogy viszünk fejszét. Megnézzük. Elmegyünk így. Itt elmegyünk ide be. Föl kell fedezni ide. Itt megölünk egy-két ilyen yetis, egy kopis boss, hogy legyen kulcsunk, tudjunk ládát nyitni, meg vaultba is tudjunk ládát nyitni. Itt van vault, ebbe bemegyünk, szerintem ez ugyanilyen farkasos boss. Megnézzük itt, hogy itt is mi változott, vagy sem. Teljünk végig, így. Elmegyünk először ide az NPC-khez, hogy itt mi változott, itt lehet vásárolni, ezt tudom. Utána elfutunk ide, szerzünk csillagfémet, bemegyünk a sötét aranyba, veszek egy receptet, van egy fragmentünk, utána hamar gyorsan innen kifutunk, ezt is föl kéne fedezni, meg ezt, aztán jövünk haza. Szóval elég sok minden van. Na, közben elindult a vihar is. Szóval kipakolok, aztán fogok egy fejszét, mielőtt elfelejtem. Aztán annyi volt jelenleg. Jelenleg nem szelektálok semmit, csak ide ledobálom az összes cuccot. Nem, ide nem dobálom, mivel tele van. Akkor ide dobálom-e? Ide se dobálom-e? Ide? Na, ide már ide le lehet dobálni. Na, ez annyi volt. Jaj. Azt még meg akarom csinálni. Hol a tűzhely? Sütő. Kemence. A nyers fragmenttel úgysem megyünk semmire. Mindjárt meg is nézem, mi kell az asztalhoz, műhelyhez. Azt még hamar gyorsan le kell fotoljuk. Ez egyáltalán nem nehéz, szóval megtartjuk az összeset. A fragment is kell majd, mindenképpen. El nem tudom mi. Úgy értem, tudom mi, csak azt nem tudom, hogy igazából mire használjam. Vagy használható. Sok minden nem ilyen. Lehet használni. De használom utána mi van? Meg kell nekünk... Hova tettem én az íjat? Itt ilyen nincs. Hova tettem egy íjat? Itt sincs íj. A faszomban van az íj. Na ez mindenképp kell. Szobbantani kívánunk. Itt az íj. Ez is kell. Meg kell nekünk egy fejsze. Mert ez az legalább 30-at többet csebez, mint ami most van nálunk. Ezek a fegyverek. Hova a faszomba tettem a fejszét? Ha ebbe volt. Nem ebbe volt. Kard az megvan. Megvan. És a tal is így fog forogni, meg én is így a simán végig tudjuk vinni a... Mi a tökömet. És mi kell az a műhelyhez? Ez az. Itt lehet kifejleszteni különböző páncélokat, meg fegyvereket. Be kell tenni
páncéldarabot, meg fegyverdarabot, és ahhoz is kell fragment. Nem fragment, hülye vagyok. Mi a faszom ez? Adamantium. Majdnem adamantium. Általium. És ha szerencséje van az embernek, akkor kijön. Volt valahol egy lista nekem, hogy milyen páncélt kell betenni, hogy milyen, mit lehessen kifejleszteni. Viszont az most nincs már meg. Fél év után pláne nem. De majd próbálkozunk. Szóval kell izolált fa, meg tégla. Oké. Izolált fa is tégla. Izolált fa, a tököm tudja az hol van. Ez izolált fa, de ennyi nem kéne. Á, nem olyan vészes. Izolált fa, meg egy kevés tégla. Mennyi tégla volt? Ennyi biztos nem kö. Meg 20 fragment? Faszom, mindig fragmentet mondok. Bár az adamantium se jobb. Megvan. Van, meg vagy. Juppi! Már csak hely kéne neki. Nem, ez tele van. Mindig minden tele van. Oké, és ezt a varázsasztalkát meg letesszük. Hát valahol el kéne tenni. Ide? Nem. Oda? Szerintem mászkálni úgyse fogok. Máshol sok helyem nincs. Azt annól emlékszel, hogy hogy beszéltük, hogy ebbe van a labortral. Mi az, hogy nem érkezik a padlóba, bazd meg? Hát mi van? Ide kívánom letenni, mert úgyse fogok mászkálni. Most benne van a falba, most nincs. Így. Igaz? Hát, talán kicsit benne van a falba. És mutatja is, hogy kell páncél, vagy fegyver, meg ez a vacak. Meg idő. És egyet be is fogok tenni. Nem. Az a baj, nem igen látom, hogy most benne van, vagy még nincs benne. Na most jobb. Valamelyest. Pont egy ecepte való megvan. Ha összejön. Na gondolkodom. Előbb vaultba megyünk még az út során. 20 kell, igaz? 20 elég? Nem írja. 20 meg... Hát... Ezt nem akarom tönketenni. Meg lehet mindent javítani természetesen. Nem tudom, hogy miért minek adtam ennyit magamnak, mivel sose büdös életben használtam, szerintem majd ki fogom dobálni. Aztán majd... Ez valami... Nem, ezzel nem működik. Vagy tök kell, vagy... Na mindegy, itt hagyjuk. Vagy ez nem jó ez a fegyver. Milyen az sem lehetetlen. Lényeg az, hogy megvannak a cuccaim, amik kellenek. Szerintem kibaszott túl jobb. Oké. Na, fiúk, lányok. Szünet. Szó szerint. Is the Osita Hungary vált titeket? Ez az új map. Vagy a régi map, ami fél éve lassan működik, megy, és most is vannak rajta heten. Connex Side as Hunger. Mind a kettőnek ugyanaz a beállítás, annyi, hogy a sziptáknál ott van a vihar. Az ugye teljesen más beállítást igényelt.
Nézzünk be, hogy ki van fönn. Lehet, hogy vannak új játékosok. Kell egy kicsit várni, ugye, hogy betöltődjön minden. Szokásosan nincs új játékos. Köszönjük, nem tartottatok. Vacsora, aztán jövünk vissza. Jövök vissza. Sziasztok! Mama, I made it to Forbes.